Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések extra nézőit. 70 esztendős az Alba Régia Táncegyüttes ebben az évben. A beszélgetésünk sorában pedig köszöntök valakit, de előtte egy idézet. Önmagunk ismerete nélkül nincs egyetemes ismeret. Múltunk értékeinek nem elhalványodniuk kell jelenünkben, hanem csillogni. Ásó István gondolataival köszöntöm Majoros Andort. Szép jó estét kívánok. Mert tudom, hogy hasonlóképpen gondolkodsz, és azt hiszem, hogy ez így jó. Majoros Andort, azt a művészeti menedzsert, aki nagyon sokat tett a kezdetektől egészen napjainkig azért, hogy az Alba Régia Táncegyüttes országszerte, Európa és világszerte ismert és elismert legyen. Ezt díjak sokasága bizonyítja. És hát, ha rólad van szó, akkor meg kell, hogy említsük itt a műsor kezdetén még, hogy a SZIOF, tehát a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagjaként, illetve a Martin György Néptánc Szövetség veretes tagjaként is köszönhetünk téged. Az Európa Díjas, Préma Díjas, Alba Régia Táncegyüttes és a díjakról majd később. Induljunk a kezdetektől. Én az imént játékosan is nevetve beszéltünk, hogy felfedeztem egy olyan verset, ami azt hiszem, hogy azt a fajta mentalitást is tükrözi, ami nagyon-nagyon komoly, de kellően játékos ahhoz, hogy minden köznapi ember megértse, hogy mennyire kötődsz a tánchoz, magához. Ugye úgy kezdődik ez a vers, hogy édesanyám 100 forintért küldött engem táncba, 78-ban Kovács Dodi keze alá játszva. Ez a vers egyébként tavaly született, a Néptánc Fesztivál bemutatkozó verse, és majd a későbbiekben is olvasok belőle. De azt hiszem, hogy akkor ezt az 1978-as időszakot lovagoljuk meg a mi beszélgetésünkben. Az egy, hiszen ennek idestova 40 esztendeje. Így van. Éppen 2018. december 5-én múlt 40 éve, hogy én ide keveredtem a néptánc közelébe, és mint a versikén első két sora, és mondja, hogy édesanyám indítatására, tehát ő vette észre azt, hogy 77-ben, amikor a Ki mit tudom, az országos ilyen tehetségkutató verseny, akkori országos tehetségkutató verseny során én ott ragadtam a tévénél, mert volt egy 16 éves fiatal ember, aki érdekes zenére, érdekes ruhában, érdekes táncolt, és én ott ragadtam a televízió előtt, és édesanyám csak arra jött be a szobába, hogy jár a lábam, és próbálom utánozni. Mint kiderült, ez a fiatal ember Szögi Csaba volt, akivel szerencsére az elmúlt néhány hónappal ezelőtt volt szerencsém találkozni vele személyesen, és elmondhattam neki ezt, hogy igazából ő volt az, aki inspirált ezen az úton, vagy aki felfedeztette velem ezt a kincset, és igazán meghatódott, és megköszönt, hogy elmondtam neki. Egy kisfiú, amikor választ mozgásformát ebben az esetben, hiszen, ahogy mondtad, nem igazán tudtad még, hogy ez micsoda, és hogy ez lesz a jövőd, és ez lesz az életed. Mennyit számít, hogy milyen mester keze alá kerül? Én úgy gondolom, hogy a megfertőzés az pontosan azzal az emberrel, vagy mesterrel kezdődik, aki nekem 78-ban Kovács Dodi, az Alba Régia Táncegyüttes akkori oszlopos szóló tánctag, és nem csak mint táncos egyéniség, hanem egy olyan szellemiségű és egy olyan inspiráló egyéniség volt, aki megszerettette velünk a táncot, a népzenét, és azt, hogy mi, akik oda jártunk, szeressük egymást, még a táncpróbán kívül is. Csak egy sztori erről, az első próba alkalmával, amikor azt hiszem, hogy keresztbe rakott üvegek felett kellett cifrákat táncolni. Hazamentem december 5-én, és szüleim már vártak az ablaknál, és én elkezdtem, hogy képzeljétek, ide nézzetek, ezt tanultam, azt tanultam, és teljesen megfeledkeztem arról, hogy a Mikulás már járt nálunk, és hogy az ablak mögött ott várnak az ajándékok. Nekem... Ez volt az ajándék. Tehát tudatos voltál.
Az első pillanat, tehát az a megfertőzés. Ez nagyon fontos, ez számtalan táncos elmondta már nekem, hogy az indítatás a legfontosabb. Tehát ha valaki megszereti a táncot, és kellően tehetséges nyilvánvaló, mert azért tehetség kell, és kellően szorgalmas, azt se feledjük, akkor nem fog tudni megszabadulni tőle. Most, hogy hát már azt mondom, hogy egy évtizede van ilyen foglalkozás, hogy néptáncpedagógus, tehát főiskolán végzett, papírja van róla, hogy ő néptáncpedagógus. Én úgy gondolom, hogy ez nem ez a lényeg, hanem az, hogy Dodi se volt néptáncpedagógus, nem volt papírja, viszont egy olyan egyéniség volt, aki a maga lazaságával, néha túl lazaságával, de következetességgel, viselkedésmódjával, habitusával minket kis 8-9 éves kölyköket annyira maga köré tekert, hogy igenis ez fontos, hogy ki az az első személy, akivel hivatalosan találkoznak ezzel a műfajjal. Akkor szerencsés helyzetben voltak a székesfehérváriak mindenképpen. Vers pedig így folytatódik, 4 esztendő múlva aztán albás táncos lettem, gyerekcsoportból 84-ben felnőtt szintre léptem. Ez a szintlépés, ez azt hiszem, hogy egy fiatal felnőtt számára bizonyos értelemben meghatározza az egész későbbi életét. Igen, de itt volt egy közbülső időszak, hogy akkoriban a híres bodajki úttörő és néptánctábor, ahova jártak a nagy Fejér megyei népi együttes utánpótlás csoportja. Hát mi velinszkisek voltunk, ugye a Németh László, most a Németh Lászlóban mi voltunk a velinszkis táncosok, és nagyon sokszor ilyen úttörő sereg szemlén találkoztunk a úgymond nagy Fejér megyei népi együttes utánpótlásosaival. És 82 volt az, 1982, amikor Dodi fogott minket barátaimmal, öcsivel, Hankakas Istvánnal, Glazuval, Gáber Attilával, Németh Leventével, Csurdi Tomival, és még sorolhatnám mindazokat a remek fiatal embereket, akik még a mai napig is kapcsolatban vannak a tánccal, akár mint foglalkozás, akár mint multidézők. Hát, az nekünk egy akkora élmény volt, hogy találkozhattunk Vas Évával, Nejfenő Vas Évával, és Gazdag Bélával, akik ugye akkoriban a Fejér megyei népi együttes, az Alba Régia Táncegyüttes egykori neve, illetve volt egy időszak, amikor így nevezték az együttest, az ő tánckar vezetőik voltak, és hát ők tanítottak minket, fiatal táncosokat, és hát mind a ketten észrevették rajtunk velinszkis kontingense, hogy mi úgy különösen kilógunk a sorból, de jó értelembe véve. Tehát mind csibészként, mind tánctudásba, és már ott felajánlották, hogy nem lenne kedvünk a Fejér megyei népi együttes utánpótlás csoportjába. Egyébként ez egy abszolút megerősítés. Nehéz volt az átmenet, hiszen azért albás táncosnak, illetve Fejér megyei népi együttes táncosnak lenni azért kicsit mégis más. Tehát felelősség, rendszeresség és szint. Hát én úgy gondolom, hogy mivel Dodi is a mesterünk ebből a műhelyből származott, tehát tudtuk, hogy csak még jobb lehet, mert természetesen hallottunk mi a Fejér megyeiről, a népi együttesről, de nem is gondoltuk, hogy nekünk lenne ott valami keresnivalónk. De ez, hogy Éva és Béla felkeresett, vagy ők mondták, hogy ugyan csatlakozzunk már, és kettőt együtt csináltuk. Tehát a hetünk 4 napja az tánccal telt. És ez így ment folyamatosan. Melyik volt az az első pillanat, amikor tudtad, hiszen csak visszacsatolnék arra, hogy ugye Robin pedig ment veled, tehát Majoros Robertről beszélünk, néhány év csúszás, vagyis különbség mellett, azért ugye még fogunk vele erről beszélni, de róla is kiderült, és kicsit egyszerűbb úton, hogy rendkívül tehetséges, hiszen már gyermektáncosként is külön díjak sora jelezte ezt az utat. Viszont a te életedben melyik volt az első pillanat, hogy azt mondtad, hogy valóban csak a tánccal szeretnél foglalkozni, és ez lesz a hivatásod, és nem az Agráregyetem például?
Ez pillanat az nem volt, én szerintem az Agráregyetem alatt is minden pillanatját úgy éltem meg, nem mint mezőgazdasági leendő szakember, hanem azt lestem, hogy mikor tudok hazajönni próbára. Tehát amíg az én jelenlegi barátaim is nagy mezőgazdasági vállalatok vezetői, külföldi cégek, mezőgazdasági cégek vezetői, amikor találkozunk, mindig irigykedve mondják nekem, hogy hát azért neked se olyan rossz, mint nekünk. Ők, amíg én hazajártam próbára, meg hétvégéken, ők vagy elmentek egy külföldi, nem tudom, ilyen cserediák képzésre, vagy ott maradtak Gödöllőn, de valahogy ez a folyamatos tánc iránti vágyam, meg szeretetem, ez az egyetem alatt sem lanyhult, sőt olyannyira, hogy 95 nyarán, amikor ugye diplomával a kezembe felhívtam néhány agro céget, hogy ugyan már itt van egy frissen kirepült agrár leendő szakember, akkor ugye azért motoszkált bennem, hogy hát, de jó volna, nem hívnának vissza. És mit ad Isten, sors elintézte, ugyanis Botos Jóska, őt tekintem igazából az olyan mesteremnek, aki révén ez számomra hivatás lett. Ő kért fel, hogy látom, hogy nem helyezkedtél még el, van-e kedved az Alvarégia Táncegyüttes tánckarvezetője lenni? Igen, és ez már egy nagy lépcső. Hát igen, és ezzel jött a többi, hogy a Vörösmarty Általános Iskolában is, ugye ott a mai napig remek óra, tanórán belüli néptáncoktatás folyik, ott is szülés miatt az egyik kolléganőnk ugye helyen megürült, és ajánlott engem BC Botos Jóska, aztán Magyar Almásra is, és így azt mondom, hogy 95 óta csak a tánccal foglalkozom. És ehhez kellett azért nyilvánvaló, hogy nem csak a megszerzett tudás, tehát amit Kovács Doditól, Botos Józseftől, Gazdag Béláéktól tanultál, hanem maga a főiskola is. Hiszen azt tegyük hozzá, hiszen az egy újabb lépcső volt számodra is. Így van, és itt megfordult a lépték, mert Robi, testvérem, ő egy évfolyammal korábban az első hivatalos évfolyamba ő beiratkozott. Én pedig rákövetkező évfolyamra, tehát Robinak már előbb meglett a diplomája, pont amiatt, hogy ugye a művészeti iskolák akkor bontogatták szárnyukat, és oda bizony már a diploma az alapkövetelmény volt egy oktatótól. Tehát megvolt a főiskola, és sikert sikerre halmoztatok. Remek új koreográfiák születtek. Egyszerűen elindult felfelé a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Elindult felfelé általában, amit a Néptánc Szövetség is kitűzött célul, hogy ez ne egyszeri alkalom legyen, hanem egy folyamat, amely felöleli a Kárpát-medencét. És ebben nagyon nagy szereped volt. Hát igen, annak idején a Néptánc Fesztiválokon, mint együttes vezető, vettem részt ugye a szervezésbe, és hát mikor? Egy 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt Jóska, Botos Jóska átadta nekem a stafétát, hogy immár én igazgassam ezt a idén 24. születésnapját ünneplő, és hát a város kulturális életét meghatározó nagy dzsamborit. Igen, én azt gondolom, hogy fesztiváligazgatóként azért látod, és számtalanszor beszéltünk róla, és az emlékeid is nyilván alátámasztják, hogy amikor még csak 3 csapat volt, és aztán a Vidám Parkban itt-ott-ott, ez egy óriási, és azt hiszem, hogy az ország egyik legrangosabb fesztiváljai destova. De mi mindent kellett tenni ahhoz, hogy ha visszatekintesz a múltra, hogy az Alvarégia Táncegyüttes, illetve a Táncegyesület továbbra is, sőt, sokkal magasabb szinten képviselje az eredendőt. Gondolok itt elsősorban, hogy a töpörtyüktől egészen a szenior korosztályig olyan sikeres lehessen. Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban az a szellemiség és az a táncbéli intelligencia,
mind a koreográfiákban, mind a színpadi megjelenésben, amire a mai napig büszkék vagyunk. Egy jó időben, egy 20 évvel ezelőtt olyan pejoratíve volt az, hogy van a nyugati intelligens táncolási mód, és hát van az eredeti gyökerekhez közeli keleti. És ezt mi is tudtuk, de mi büszkén vállaltuk azt, amit már Botos Jóska a 70-es években is az Alba régiával koreográfiákba a szolnoki szekszárdi fesztiválokon megmutatott, hogy igenis az Alba régiás műhely az ilyen. És arra kimondottan büszkék vagyunk, hogy szinte az országban egyedüli olyan együttes lehetünk, akinek a műhely munkájába külsős oktató, tehát külsős tánc karvezető vagy művészeti vezető nem volt, hanem mind saját kinevelésű, saját kutyánk kölykeiből gazdálkodtunk, és jelenleg is ezt tesszük. Tehát megvan az utód, hiszen most már Robival közösen vezetitek, illetve Szabó Veronika, és nem sorolom, mert úgyis majd szó esik még róluk, de nagyon-nagyon fontos ez az út. Mennyit segített ebben, hogy van táncházunk? Mert hogy ez is egyedülálló az országban, egy kicsit persze korábbra kell visszamennünk az időben, de azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus lépcső volt, hogy otthonra lehet a csapat. Igen, hát nekem az volt a szerencsém, hogy mind a két helyszínen részese voltam, mint felnőtt táncegyüttesi tag, tehát régen a Megyei Művelődési Központ a Liszt Ferenc utca egy szám alatti, az Adi terembe, István terembe fantasztikus próbák és táncházi rendezvények voltak, bálok voltak, és hát az előfesztiválnak is az volt a központja, még 96 előtt, és akkor ugye 94-ben, 95 költöztünk át a Malom utcába, ami tényleg a mi palotánk lehetett, és a mai napig is hát sajátunknak érezzük, és töltjük meg tartalommal, szellemiséggel, gyerekzsivajjal, utánpótlással és élettel. Mennyit kellett változnod, mennyit változott az életed, hogy táncosból, hiszen 2011-ben ugye abba kellett hagynod a táncot, sokkal inkább a menedzseri munkában teljesedtél ki, hiszen itt van a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetsége. Ez az egy fontos lépcső. Első elnökségi tagnak lenni az egy abszolút megtiszteltetés, mint ahogy a Martin György Néptánc Szövetségnek is veretes tagjaként. Ez fontos, hogy Székesfehérvár ilyen módon is, ilyen szinten is megmutassa magát? Ez főként első lépcsőben ezek a jelentkezéseim azért történtek, hogy nem öncélúan, hanem hogy mind a két országos szakmai szövetségbe az általam vezetett, akár az együttes, akár a Néptánc Fesztivál képviselve legyen. Tehát minden információt először tudjunk meg a fórumokon. Tehát a tűzhöz közel kell, hogy legyünk. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Nagyon örülök neki, hogy az egyesület és munkatársaim is a háttérből ezt úgy látják, hogy igen, a magyar és a nemzetközi szervezeteknél is szükség van a képviseletünkre, és ebből csak pozitív hozadékokat tudok mondani. Milyen megerősítést ad a csapatnak és az egyénnek az Európa díj, a Prima díj? Tehát mindazok az elismerések, nem sorolom fel, mert a táncegyüttest hála Istennek az elmúlt 70 évben, de a te időszakodban is folyamatosan elismerik. Ugye a személyes díjak, a Martin György díj és az összes többi, amit annak idején kiérdemeltetek, az rendben van. De mit jelent az együttes számára, hogy erre figyelnek? Mit jelent az, hogy külföldön is ünnepelnek benneteket, és folyamatosan visszavárnak olyan helyekre, amit mi el sem tudunk képzelni? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a 70 év alatt ez a táncegyüttes, akár Alba régiának, akár Fejér megyei népi együttesnek, vagy a régi érába, még ahogy hívták az együttest, mindig az volt a jellemző, hogy ez egy igen jó baráti közösség volt mindig, akik nem csak a próbán és a szerepléseken voltak együtt, barátságban, hanem bizony
hétköznap is, hétvégén is keresték egymás társaságát. Én úgy gondolom, hogy ez a szellemiség a mai napig nem változott, sőt, nem tudná elképzelni otthon az ember, hogyha eltelne próba nélkül egy hét, vagy egy találkozás nélkül egy hét. Mennyit változott a néptánc az elmúlt időszakban? Néhányan azt mondják, hogy az a mondjuk a 30-40 év, vagy inkább azt mondom 40, tehát a táncházas időszak kezdetétől változtak a koreográfiák, és változott a szemlélet. Ez így van? Hát inkább a színpadi néptánc az, aminek voltak időszakai, ugye volt a Gyöngyös-Bokréta mozgalom, majd követte a felszabadulás utáni időszak, majd Rábai Miklós állami népi együttes az 50-es évek, majd jött a 60-as, 70-es évekbe Gyöngyfalvai Katalin, Novák Ferenc, és az a generáció, akiket úgy apostrofáltak, hogy a antimojszejevista csoport, ugye, akik a egyöntetű, nagy, monumentális, balett alapú, fergeteges koreográfiai helyett inkább már történéseket, drámákat, társadalmi viszonyokat próbáltak dramatikusan színpadra vinni a magyar néptánc akkor ismert elemeivel. Ezt akkor is úgy hívták, hogy kortárs, csak akkor nem volt divatos ez a szó. Aztán utána jött ugye a 70-es évek táncház mozgalma, amikor elkezdődtek a tényleges gyűjtések, még jobban a felvevő eszközök, hang és videó eszközök fejlődésével, minél falura egyéni, táncos egyéniségre lebontva elkezdték boncolgatni a magyar néptáncot olyannyira, hogy a mostani technológiával, tehát a számítógép, egy linkre rákattintasz, visszatekered, nem kell nyújtásig tekerni vissza egy VHS kazettát, hanem a PC az mindent elbír. Én úgy gondolom, hogy a technika is nagyban segített, illetve azok a szakemberek, azok a fanatikus táncosok, akik még a mai napig is, vannak olyan kollégáink, akik a Bakonyba még adatközlőket találnak. Fehér Foltnak hitt táncegyüttesbe, ugyanúgy, mint ahogy ezt Pesovár Feri bácsi tette. Igen, az 50-es években a Fehér Foltnak hitt Mezőföldről. Nagyon sokat köszönhetünk neki, nyilvánvaló. Mi a jövő útja, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy néptánc mellett színházi produkciók, tehát igazi kortárs produkciók is születnek. Igen, nagyon fontos, hogy két oldala van az érmének. Szeretnénk, illetve szerettük volna, hogyha a néptáncot a maga közegében megismerik, mint szórakozási forma. Ezért a havi táncházunkban nagy örömmel látjuk, hogy mind a gyermekjátszókban, mind a táncházi mulatságban egyre több olyan ember jön, akik semmi kötődésük a tánchoz, de látják akár egy királynapok fesztivál kapcsán, akár egy táncvilágnapi gála műsoron, hogy de jó közösség ez, de jó műfaj, de jó kikapcsolódási forma, és szórakozási műfajjá egyre több fiatal és felnőtt körébe is válik ez. A másik pedig, hogy tényleg szeretnénk színpadszerűvé tenni ezt, vagyis most már nem elég, hogyha a néptáncra fölrakunk egy koreográfiát, és eltáncolunk egy lakodalmast, vagy egy öncélú mulatozást. Vannak a színpadnak törvényei, van nekünk is, táncosoknak, alkotóknak is igényességünk, illetve én úgy gondolom, hogy jól van nevelve, táncra nevelve a közönségünk. Tehát mind a színpadi műsorok, akár a Vörösmarty Színházba, akár a táncvilágnapi, illetve a királyi napok gála műsora is során, hát segítettünk beletanulni a közönségnek is, hogy hogyan élvezzék a táncot. Ráfér, azt hiszem, a igen, közönség. Tehát a színpadszerűségre is törekszünk. A műfaj hirdetésére hatalmas ötlet volt ez a 2012-ben indult Fölszállott a páva, amiben ugye az Európa díj, illetve a Prima díjon kívül meg kell említenünk, hogy a mostani jelenlegi generáció igazi
igazából ezt a sikert élte meg. Igen, hát ez a megmérettetés. A 2014-est, illetve a idei, mostanit. A mostani, igen. Hát nem az idei, a tavalyi. Hát igen, még nincs jövőleg. És az a jó, hogy, és azt hiszem, hogy ilyen értelemben ez lehet zárszó is, hogy Székesfehérvár szereti a néptáncot. Én nagyon is jól tudom, néhány barátom mesélte, hogy azon az éjszakán, amikor lehetett szavazni, akkor várták az 5 perceket, és más se csinált, mint a telefon tönkotta. És nem egy, nem öt, hanem nagyon-nagyon sokan voltak. És ez is bizonyos értelemben megerősítés, azt hiszem, a munkátokhoz. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg Székesfehérvár, úgymond az egész Fehérvár már magáénak érzi az Albarégiát. Tehát, hogyha kimennénk az utcán és 10 embert megkérdeznénk, hogy Albarégia, akkor valószínű, hogy a 10-ből nem Fehérvár latin neve jut eszükbe, hanem a tánc együttes, ami nem baj. Ami nem baj. Mandikám, köszönöm szépen. Fogunk találkozni, és önöknek is mondom, kedves nézőink, hogy számtalan lehetőségünk lesz még arra, hogy a táncról beszéljünk, hiszen ahogy említettem, a 70 éves Albarégia táncegyüttes még köztünk élő tagjai napról napra vendégeink lesznek, és elmondják az ő személyes tapasztalataikat, mindazt, amit például a Bandi így fejezte be ezt a verset, hadd fejezzem be én is így. Örömmel és tisztelettel állok helyt 6 éve, hogy a Néptáncfesztiválnak legyen minél tovább élte. Én pedig jó egészséget kívánok, és természetesen fogunk találkozni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Majoros Andor volt, az Albarégia Tánc Együttes művészeti menedzsere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!